Pánciósok első bevetésére 1941-be került sor a délvidéki bevonás során, ahol már Csaba, páncélgépkocsik, Anzaldó kisharckocsik és Toldi könnyűharckocsik is részt vettek, és itt következett be a magyar páncélos fegyvernem első vesztessége, mikor is a második lovasdandár feldejtő zászlajának Csaba páncélgépkocsik a Szent Tamási híd felé közeledtek, hogy felderítsék az utat, és ott egy rejtett szerb páncéltörő ágyuk kilőtt két ilyen harckocsit. Itt halt Hősi Alád, Béldi, László főhadnagy és személyzete, ők voltak a magyar páncélos fegyverem első hősi halottai. Ezért 1940-ben életbe lépő hadrendben a gépkocsizó és lovasdandárokat egységes gyors fegyvernemmé vonták össze, és felállították ennek irányítására a gyors hadtest parancsnokságot. A toldi harckocsik voltak azok, amelyek a harckocsi csapatokat kiképezték, a felderítő alakulatoknál megmaradtak a Csaba páncélgépkocsik, és a lovasdandárok páncélos zászlajába fogták össze a kisharckocsikat, az anzaldó kisharckocsikat. Mivel erősebb páncélos nem állt rendelkezésükre, így vonult a gyors hadtest a Szovjetunió elleni háborúba, és el kell mondani tulajdonképpen, hogy megállták a helyüket a magyar páncélosok, igaz, a szovjet részről visszavonulás során nagyobb páncélos alakulatokkal ők nem találkoztak. A szovjet taktika az volt, hogy egy-két harckocsit vetnek be halogató harcként, hogy fedezzék a többiek visszavonulását. Híres csatája volt a Gorijevkai ütközet a magyar páncélosoknak. Ennek folyamán szintén a szovjetek egy ellencsapással értek, hogy a visszavonulást fedezzék, és ennek a megtörésére bevetették az első lovasdandár páncélos zászlójának kis harckocsait. Ezek a kis harckocsik egy lencseföldön kellett, hogy keresztül haladjanak, és a lencse szárak beakadtak a harckocsiknak a futóművel, és a szegény gyenge motorú kis harckocsik lefulladtak. Nem tudták eltépni a lencsét, lefulladtak, és az ellenfél ezt kihasználva súlyos veszteségeket okozott a tehetetlen álló kis harckocsikban. Ez annyira nyilvánvalóvá tette a magyar hadvezetés előtt is a kis harckocsiknak, mint harckocsi fajtának az alkalmatlanságát, hogy szeptemberben is vonták őket a hadrendbe, és az ezután már kiképző harckocsiként alkalmazták őket. Végül a könnyű harckocsik bevetésével sikerült a helyzetet tisztázni, és a támadás tovább folytatódott. A több mint két hónapos előjön nyomás során a magyar páncélos erők veszteségeket szenvedtek, ezért szeptembertől a Dnyeper védelembe vetették be a gyors hadtestet, a harckocsikat, a megmaradt harckocsikat egy zászlóaljba vonták össze, és a hadtestparancsnok tartalékaként alkalmazták őket. Abban az esetben, amikor a szovjetek többször próbáltak átkelni a Dnyeperen, és akkor a támadások időpontján bevetették a harckocsikat, akinek a segítségével sikerült ezeket a támadásokat visszaverni. A németek szerették volna az egész magyar hadsereget bevetni a 42-es nyári offenzívával, végül is megállapodtak, hogy egy hadsereget, három hadtesttel küldenek ki, és ezek támogatására egy páncélos hadosztályt is kiállítanak. Gyakorlatilag bevethető harcosok nem volt, így a németek saját értekükben is úgy döntöttek, hogy a páncélos hadosztály legütőképesebb alakulatát, a 30. harckocsi ezredet német gyártású harckocsikkal szerelik fel, és ezek támogatására átadtak még 22 darab Panzer IV, azaz Panzer IV-es harckocsit, amely abban az időben, tehát 41 végén a németek a legeredményesebb harckocsia volt. A 42. július végén indult első Ulivi csatában részt vett a páncélos hadosztály harckocsijainak egy része, és a Nimrod páncélvadászok is, ahol 21 szovjet harckocsit lőttek ki, 14 ezek közül a Nimrodok számlájáról volt írható. A harckocsik el is érték a Don, azonban nem volt megfelelő gyakorlata a gyalogságnak a harckocsikkal való együttműködés, ezek lemaradtak tőlük,
a harckocsik elérték a Dont, nem tudták bevárni, amíg a gyalogosok érnek, visszavonultak. A szovjet fél, aki megkapaszkodott a Don mocsaras erdős árterületén, éjjel erősítést kapott, visszafoglalta a hídfőt, és megerősített védelembe rendezkedett be. A újabb bevetésére a 43-as januári szovjet offenzíva alatt került. Sajnálatos módon a páncélos hadosztályt kivették a második hadsereg alárendeltségéből, és közvetlenül német alárendeltségbe helyezték, méghozzá az a feltétel, hogy ennek a bevetéséről csak a Führer dönthet. És akkor megindult a szovjet ellentámadás, akkor bizonytalanság volt eleinte, tehát csak két nap alatt a szovjet harc áttörés megkezdése után, amikor az áttörés, a betörés áttörésé szélesedett, vetették be a harckocsikat, rossz körülmények között, meglehetősen fejetlenül, ami ugye a hadosztálynak a felmorosulása vezetett, tehát már nem hadosztályként, hanem páncélos csoportként tudták csak bevetni, mert ugye a visszavonuló német, magyar, olasz csapatok, azok járművei, gépkocsik, szekerek eltolaszolták az utakat, tehát a harckocsik nem tudtak mozogni. Ugye a hó miatt, a magas hó miatt ugye úthoz voltak kötve, tehát a megmaradt harckocsik a harckocsik csoportonként vetették be. Ezek a harckocsik nagy jelentőségek voltak a visszavonulás során, hiszen ezek fedezték a visszavonuló csapatokat, tartották vissza az erőtől szovjeteket, ha kellett oldalra mentek, és megállították az oldalról támadó szovjet harckocsikat, vagy sícsapatokat, ha kellett előre mentek, és a zsákok száját megnyitották. Gyakorlatilag végig harcolták az egész visszavonulást, és nekik köszönhető az, hogy a páncélos hadosztály 10.000 fős élelmezési létszámából 9.000 fő ki tudott törni a bekerítésből, nem beszélve az egyéb magyar és német katonáknak, akik 10.000-eitnek nyitották meg az utat. 43-ban, amikor hazakerülnek, Magyarországon megfolyik a páncélos fegyverem kiépítése. Megjelennek a Turán harckocsik most már csapatoktál, de a 42-es tapasztalatok bebizonyították, hogy a 40 mm-es löveg nem elégséges a szovjet páncélosok ellen, tehát egy új, erősebb lövegre volt szükség, ez egy 75 mm-es rövidcsövű, megint csak rövidcsövű löveg lett, amelyet Turán harckocsikba építettek be. Az volt a feltétel, hogy ne kelljen nagy változtatást végrehajtani az alvázakon a beépítéshez, hogy a sorozatgyártás folytatódik. Tehát ennek eredménye kompromisszum lett a rövidcsövű 75 mm-es löveg, amelyet ugye nálunk Nehéz Turán néven rendszeresítettek, és a harckocsi zászlóaljak, ugye közepes harckocsi századainak egy részét nehéz harckocsi századokká alakították át. A jobban felszerelt második páncélos hadosztályt vezették be, 1944 áprilisában Galíciában. A hadművelet célja, hogy a Kárpátokba kilépve a szovjeteket visszaszorítsák a Nadvorlat-Delatin útvonal mögé, és a következő lépés pedig a Kolomának a visszafoglalása lett volna. A hadművelet első fázisát sikerrel oldott meg a magyar páncélos hadosztály, azonban itt a turánok itt estek át a Túszkeresztségen, és bebizonyosodott, hogy sem védettség, sem tűzerő tekintetében nem tudják felvenni a versenyt a szovjet harckocsikkal, bár több szovjet harckocsit lőttek, ugye a súlyos veszteséget szenvedtek, és a magyar harckocsizóknak a bizalma megrendült a fegyverükben. Német hadvezetés megint csak saját érdekei vezényelve elrendelte, hogy a kiesett turánok helyére, ugye egyrészt akik ugye a harcokban sérültek meg javíthatatlan módon, másrészt pedig javításra hátra kellett küldeni, ezek helyére 10 Tigris, 10 hosszúcsövű páncerfír harckocsit, és 12 Stuk 3-as rohamlöveget, szintén hosszú, úgyhogy nagy hatású páncéltorájú felszerelt rohamlöveget adjanak át a páncélos hadosztálynak. A júliusi szovjet hadművelet, a Lembergi hadművelet megindulásakor, mert tulajdonképpen egy feltöltött páncélos zászlóval ezred állt a hadosztály parancsnokság rendelkezésére. A harcok úgy indultak meg, hogy a szovjetek két hídfőt létesítettek a Bisztrica folyó mellett, és a páncélos hadosztályt
amely hadműveleti tartaléka voltam az első magyar hadseregnek, úgy döntött a hadsereg vezetése, hogy két páncélcsoportot küldenek ki a betörések felszámolására. Ugye ez a harckocsi csoport egy-egy páncélozászló és egy gépkocsi lövészzászlóval állt, ezek el is indultak, ugye két különböző irányba, és akkor a szovjetek egy harmadik helyen betörést értek el, és áttörték a hadsereg vonalát. Ide bevetették a harmadik harckocsi csoportot, egy harckocsi zászlóaljat és egy gépkocsizó zászlóaljat. Tehát tulajdonképpen az történt, amit mindig tiltanak a szabályzatok, hogy feldarabolták a harckocsi ezredet, nem egyszerre vetették be, hogy erejét ki tudja fejlődni, külön-külön, de hát a harchelyzet úgy adódott, és hát a szovjeteknek sikerült ezt az átörést kifejleszteni, és megindult a magyar hadseregnek a visszavonulása a Kárpátok kiépített védővonalba. A visszavonulást a páncélosok fedezték, erre kívánó alkalmasak voltak ezek a tigris harckocsik, ami nagy tűzerővel rendelkeztek, és igen, jelentős páncél védelemmel. Magyarország légitámadások célpontjává vált 1944 áprilisában, fokozatos angolszász légitámadások érték az országot, amelyek egyik fő célja, ugye a repülőgépjárta üzemek mellett a hadipar volt, méghozzá a csepeli Westmanfield gyár, amely a magyar páncélos gyártás bázisa volt. Július 27-én egy olyan pusztító támadás érte a harckocsi gyártó üzemet, hogy tulajdonképpen többet nem tudott működni. A harmadik hadsereg parancsnoka úgy döntött, hogy a páncélosokat szétosztja ezeknek a pót és tartalék hadosztályoknak az alakulatai között, századokra, zászlójakra bontva, hogy lelkitartást adjon ezeknek a katonáknak, akik ugye nem voltak hozzászokva a harcot, nem voltak gyakorlatok hozzá. Ugye a páncélos hadosztály parancsnoka váltig tiltakozott, hogy ezzel levetköztetik és tönkretették a hadosztályt, de hát a hadsereg parancsnok elképzelésre győzelemeskedett, szétosztották a harckocsikat az alakulatok támogatására. Ez egyrészt könnyen váltak a szovjet páncéltörők kisebb számba áldozatával, másrészt pedig nem volt biztosítva a megfelelő műszaki karbantartás, hogy a harckocsinak meg kell adni az őt megillető karbantartás, különben harc nélkül is tönkre megy. Így szeptember végére ez a páncélos hadosztály ugye a harcok folyamán súlyos veszteséget szenvedett, ami a szentesi hídfőben még harcoltak, és a szentesi és a csongrádi híd felrobbantása miatt egy részük, a páncélosnak egy része a túlparton maradt. Az első páncélos hadosztály tovább is részt vett a harcokba, de már inkább gyalogos alakulatként bekerültek a budapesti bekerítésbe, és itt vesztek el végül is a maradék páncélosaik. A második páncélos hadosztály, mikor a szovjetek kiértek az Alföldre, a Maros völgyén, visszavonuló parancsot kapott, és ők harcolva vonultak vissza egészen az Ipolyig. Ott ugye a turán harckocsik már teljesen elvesztek, pótlásuk nem lehet gondoskodni, német harckocsikra fegyverezték át a megmaradt páncélos zászlóaljakat. Ezeket aztán Székesfehérvár térségébe, a Vértes hegységbe alkalmazták. Szintén egy védelmi vonal alakult ki Budapest bekerítése után, hogy a harckocsik ott maradtak. Ott voltak a védelmi mögött, Csáktornya, Zámoly térségében, akkor jöttek előre, hogy a betörés fenyegetett. Ez tartott március 16-áig, akkor megindult a szovjet bécsi támadó hadművelet, ahol ugye a Móri horpadás egyik kiinduló pontja volt a támadásnak, ott a 6. szovjet gárda harckocsi hadsereg tört át. A magyar harckocsik felvették a küzdelmet velük, a számbeli fölény győzelemeskedett, és itt tulajdonképpen március végére az utolsó magyar harckocsik is elvesztek.